Az egyes iszlám irányzatokra jellemző agresszivitás tönkreteheti Európát, ezt mondta En Szabó József a kontinensünket érő migrációs nyomásról. A professzor hozzátette, nem az iszlámmal van problémája, hanem azzal, amikor ránk akarják erőltetni. Komoly szerepe van a kultúrdiplomáciának, ami nem más, mint a külpolitikai célok elérése a kultúra eszközével. A stúdióban köszöntöm a Szavak tulajdonosát, dr. En Szabó József professzor urat. Jó estét kívánok, köszöntöm. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Igen, érdekesek ezek a kérdések, amelyeket feszeget. Mielőtt a részletekre térnénk, tegyünk egy kis történelmi visszapillantást. Sokan mondják, hogy mi ezzel a probléma, migráció mindig is volt, lesz is, népvándorlások tarkították a történelmünket. Hol vannak a történelmünkben valahogy hasonló helyzetek, mint a mostani? Hát volt több hasonló, most ez egy nagyon komoly probléma, ilyen nagy probléma még nem volt. Ugye az iszlám nagy három nagy rohamot csinált Európa, az európai kultúra ellen. Ugye a mórok idején, akkor a törökök, és most van ez a harmadik. Az első kettőt hosszú évek teltek el, de meg tudták állítani. Több száz év után kiszedtek szorítva a mórok Európából, Spanyolországból. A törökök is távoztak valamilyen formában, viszont most, ha ez sikerül, már pedig bízunk benne, nem fog sikerülni, abban az esetben itt nagyon nagy bajok lesznek, mert itt kulturális támadás éri Európát, és ez ellen nem olyan könnyű védekezni, időzőbe tettem a könnyűt, mint a fegyveres támadások ellen. Mert Bécset megvédtük akkor, ugye a spanyol királyok is kikergették a mórokat, több száz év telt el, de megtörtént. Ha ezek viszont itt bejönnek, és így ráterepszenek Európába, ebben nagyon nagy baj lehet. Miben más ez a mostani közeg, kulturális és politikai környezetre gondolok, Európa szinten és Magyarország szintjén is, mint a korábbiak? A korábbi esetekben, mint említettem, ez többnyire katonai támadás volt, most viszont teljesen át akarják alakítani az európai értékrendet, az európai kultúrát, úgy fogják fel, hogy az európai kultúra képtelen védekezni. Sajnos van benne sok minden, amennyiben így fogják folytatni Európa kulturális és politikai vezetői. Látni kell, hogy az eddig érvényesített kultúrdiplomácia és kultúrpolitika nagyon nagy csődöt mondott. Ennek az a lényege, hogy a multikulturalizmus, mint hivatalos kultúrdiplomáciai elv, ki kell jelenteni egyértelműen, hogy csődöt mondott. Ezt Angela Merkel mondta ki, aki most éppen a bejövetel a migráció egyik fő támogatója, még vagy 8-10 évvel ezelőtt, hogy a multikulturalizmus megbukott. Ugye egy kicsit fényezzem magam. Én 1992-ben már kimondtam, hogy a multikulturalizmus nem járható út, mert eltérő értékrendeket, kultúrákat nem lehet egymásra csúsztatni, különösen ilyen nagy mértékben. Ha egy kis mennyiségben jönnek bevándorlók, azzal nincsen gond, de ezt a hatalmas tömeget, ugye tavaly Németországba 1 millió jött be, kezelni nem lehet. Mi az, amit másképp kellene csinálni a kultúrdiplomáciának, hiszen azt mondja, megbukott, vagy milyen feltételrendszernek kellene rendelkezésre állni ahhoz, hogy ez valamilyen szinten megoldható legyen? Hát több eszköz állna a rendelkezésre. Régen egy hagyományosan bevett módszer volt, hogy a jó felkészültségű, vagy felkészült szakemberek, ez lehetett szakmunkás, de többnyire diplomások idejöttek, itt jövőt láttak, nekünk is jók voltak, nekik is jó volt, és ez egy bizonyos mennyiség mellett, ez egy kezelhető dolog, azzal semmi baj nem volt. Nekem is vannak kiváló arab ismerőseim, minden működik. De akkor, ha jön egy olyan tömeg, nevezzük annak, mert ez az, hogy 1 millió ment Németországba, és abban az 1 millióból tavaly, megdöbbentő számot mondok, 64 ember tudott elhelyezkedni, illetve helyezkedett el dolgozni. Most akkor itt felteszem a kérdést, hogy akkor mit csináljanak azzal a több mint, vagy közel 1 millió emberrel. Nincs nekik az európai kultúrára rálátásuk. Nem ismerik az európai mentalitást. Számukra más értékrend van, mint ami itt érvényesül. Más az attitűd, ugye?
ez már mindenki által ismert, hogy a nőkhöz való viszonytól kezdve több olyan terület van, teljesen más, mint az európai gondolkodás. Mennyi az a létszám, amit még el tud viselni a magyar kultúra és társadalom? Hát Magyarországon egy esetleg maximum néhány ezer ember lehetne abban az esetben, ha megfelelnek azoknak az elvárásoknak, amit mondjuk megfogalmazna a hatalom. De ha ezt nem tudják teljesíteni, akkor ezzel is gond van. Egy-egy településen hogyan lehetne elképzelni a befogadásukat, a velük való együttélést? Hát ez is nagyon nagy gond, hogy ezeknek a áramló tömegeknek, ha kisebb mennyiségű is van szó, az egyes településekre való beintegrálás az is nehezen menne, mert nem tudnánk nekik megfelelő munkát adni. Ez egy óriási gond. Ezek az emberek nagy részt nem ismerik a latin betűket. Ezek az emberek nem tudják, hogy mi a helyi emberek, a befogadó társadalmaknak a mentalitása. Én nem is tudom, hogy ezzel a tömeggel, mert a korábban jött diplomások, ugye itt jártak egyetemre, ismerték a magyarországi vagy az európai szokásokat, ebbe úgymond beintegrálódtak. Most ezek, akik jönnek, sajnos ki kell jelenteni, hogy erre nem nagyon alkalmasak, független attól, hogy biztos van közöttük nagyon sok szerencsétlen ember, és megérdemelne, hogy ide jöjjön, de ha nem tudunk velük semmit kezdeni, akkor ez egy nagyon nagy gond. Azok, akiket említett korábban, itt szereztek diplomát, beintegrálódtak a társadalomba, arab származásúak, tudnak-e segíteni abban, hogy ez valahogy mégis közeledjenek az álláspontok, vagy segítsenek nekik beilleszkedni, ha mégis ide költöznek és itt telepszenek le? Hát erről nincsenek szociológiai felmérések. Hát úgy, amit úgy az ember hall, hogy próbálkoznak, csak olyan esetekben, ugye, mikor a többségnél ugye nagyon minimális az iskolázottság, azzal nem tudnak mit kezdeni ők sem, mert mindenki segíti saját népét, ugye, de ha nem rendelkeznek azokkal a kvalifikációkkal, amivel rendelkezni kellene, akkor azért ez nehezen megy. Azok, akik befogadók, tehát mi magyarok, hogyan tudunk ehhez úgy viszonyulni, hogy a mi oldalunkról működőképes legyen a dolog, hiszen nagyon sokan félnek ettől a bevándorlástól. Igen, mi azt szoktuk mondani, hogy befogadó nép vagyunk, István királytól kezdve ez érvényesült. Ugye István király is hozta, már akkor jöttek a németek, utána a környékbeli népek is jöttek ide, akkor későbbek folyamán törökdúlás után nagy számban megint németek jöttek, korábban ugye tatárdúlás után jöttek az erdélyi szászok, a felvidéki cipcerek, stb. Csak ott az volt a helyzet, és azért ment könnyen, mert ez egy magasabb kultúrát, színvonalat képviselő migráció volt. És ők hoztak egy magasabb munkakultúrát, egy olyan mentalitást, ami ránk jó hatott, megtermékenyítette a magyar kultúrát, a magyar gazdaságot, Erdélyben kiváló mesteremberek, stb. Voltak, és ez egy egyszerűbb eset. Akkor viszont, amikor ezekkel a kvalitásokkal nem rendelkeznek, akkor ez egy nagyon nehéz dolog. És hát, ahogy említette, itt nem volt szó akkora értékrendbeli különbségről, mint ami most. És ha még a vallási különbségeket nem is tekintjük, már ott van az a kérdés, hogy az ő kultúrájuk egy kollektivista társadalomra épül, a miénk pedig egy individualista társadalomra. Igen, ez így van. Ugye, mikor az István korabeli bevándorlás történt, ugye akkor mi azt akartuk elérni, akiket behívtunk, ugye? A németeket, azok már egy keresztény kultúrát, egy keresztény civilizációt képviseltek. Ugyanez volt későbbiek folyamán is. Ez egy egyszerű folyamat volt. És ők úgy jöttek ide, hogy ők itt integrálódnak. Attól függetlenül, hogy megtartották kulturális másságukat, de ők nem tértek el a magyar mentalitástól. Itt viszont az a gond, hogy sem kulturálisan,
sem mentalitás szempontjából nincs azonos hullámhoz, és ebből vannak a gondok. Mi a helyzet a kollektivista szemlélettel, hiszen ott a közösség mindenek előtt? Hát ez megint egy nagyon nagy. Ugye mi individualista társadalom vagyunk, ugye szekularizált világa miénk, ezeké meg nem az, ezeké a bevándoroltaké. És ők azt hiszik, hogy látható különböző németországi visszaéléseket, ha nézegetjük, Kölntől kezdve sok helyen, hogy ők ezzel mintha nem lennének tisztában. Úgy fogják fel, hogy ők mindent megtehetnek, úgy fogják fel, hogy ez az individuális világ, a miénk, ugye, ez egy gyenge kultúra, ez egy gyenge társadalom, ezekkel azt csináljuk, amit akarunk. Hát ez részben érvényesült is, tessék csak belegondolni. Tavalyig mit csináltak ezek itt Magyarországon? Mert nem mert úgymond senki fellépni ellenük Európában. Azt csináltak, amit akartak. És akkor... Most ez nem propaganda, amit mondok, de helyesen a kormány leállította ezt, mert hát egy országot meg kell védeni. A háború az nem csak fegyveres háborút jelenthet, ugye itt van az, hogy hidegháború, az is egy háború volt, csak nem jutott el odáig, hogy lőttek volna egymással, de folyt a kemény ideológiai harc, itt meg most folyik az a harc, hogy ha nem leszünk észnél, akkor Európát sajnos... Ezek úgymond el fogják foglalni. Mit jelent az, hogy legyünk észnél? Milyen intézkedéseket kellene ön szerint foglalatosítani? Hát azokat az intézkedéseket kell megtenni, hogy csak ellenőrzötten lehet idejönni, olyan emberkéket szabad csak befogadni, akiknél indokolt. A másik, hogy ide tud integrálódni, amit erről beszéltünk, hogy szakmai szempontból megfelel annak, hogy itt megélhessen, hogy itt későbbiek folyamán a magyar társadalom része lehessen, mert az úgy nem megy, hogy csak kitartani. Az ne neki se jó, aki ide jön, aki haszontalannak érzi magát. Vannak ugye olyan emberkék, mindig voltak is, lesznek is, akik nem akarnak semmit csinálni. Ez kisebb mennyiségben elmegy, nagy tömegben ezt nem lehet kezelni sajnos. Európai szinten hogyan lehet most már ezzel a problémával megküzdeni? Hát itt nagyon nagy gond van megint. Európai szinten a volt gyarmattartókat ez nyomasztja, ugye, különösen a franciákra, angolokra gondolok. Ugye korábban ők azt mondogatták, hogy mikor még folyt a felszabadítási háború, hogy hát itt nem is vagytok gyarmat. Ti tengeren túl itt megye vagytok, mondták a franciák Algériára. Gyertek és mentek. És akkor kiderült azóta, eltent most 40 év már, vagy kicsit már 50 év is, kiderült róluk, hogy nem tudnak integrálódni, mert más a hullámhoz. Hát ugye én sokat jártam Párizsba, és Párizsnak vannak olyan kerületei, sajnos kell, hogy elmondjam, hogy én nem tudtam most, én Párizsban vagyok, vagy Oránban, ez egy nagy algériai város. Nem sikerült az integrációjuk. Pedig azért köztük és a franciák között azért volt 100 éves, mert 30-ban gyarmatosították a franciák Algért, tehát 1830-tól azért volt több mint 100 év, és mégsem sikerült. És akkor, ha ide jönnének Magyarország, nekünk semmiféle gyarmati múltunk nem volt. Mi ezekkel az emberekkel úgymond nem sok mindent tudnánk kezdeni. Ők sem Magyarországgal. Hát nekik itt semmiféle gyökerük ilyen értelemben nincs. Professzor úr, sajnos nem fogjuk tudni megoldani mi sem most ezt a problémát. Úgyhogy de azért köszönjük. Mindent el kell követni, hogy megoldódjon. Így van. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre. Én is köszönöm a lehetőséget.